A háború miatt is óriási a kihívás a világban az energiaellátás, és ezt nekünk magánemberként is fontos megértenünk, és ennek megfelelően tudatosan viselkedünk. Jó estét kívánok, Orosz Györgyi vagyok, a Hősök Tere Alapítvány társalapítója, ügyvezetője, és ez itt a Hősök Tere Alapítvány újabb rendkívüli szalonja. 5 héttel ezelőttig nem gondoltam, hogy ebben a szalonban energiáról, gázról, olajról, atomenergiáról és alternatív energiáról, hidrogénről, fúziós energiáról beszélgetünk majd. Mostanra egyáltalán nem evidens, hogy mivel fűtünk majd, hogy mivel, hogyan működtetjük a gazdaságot, mindezt mennyiért, és hogy leszünk képesek csökkenteni a függőséget az orosz energiától úgy, hogy közben csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását is. Ami nem egyezmény vagy szerződések betartása csupán, hanem az életünk és a gyerekeink élete ezen a földön. Felelősséget érzünk azért a világért, amiben élünk. Azért szervezzük ezeket a szalonokat, hogy nektek, önöknek kapaszkodókat adjunk, hogy a mélyebb összefüggéseket jobban értsétek, és hogy ezzel a tudatossággal jobb döntéseket hozhassatok vezetőként, magánemberként is, és hogy eszerint cselekedjetek. Ma este azzal foglalkozunk, hogy mélyebben megértsük, hogy a függőségünk milyen az orosz energiától, és hogy milyen lehetőségeink vannak ennek a függőségnek a csökkentésére most és 5-10 éven belül is. Elfogadva azt, hogy van, amire van hatásunk, van, amire meg nincs, de megértve azt is, hogy mik a lehetőségeink. Úgyhogy vendégünk Deák András közgazdász, Oroszország és benne energiapolitika szakértő, és hamarosan csatlakozik hozzánk, illetve már itt is van Plecser Tamás, az Erste befektetési ZRT-nél olaj- és gázipari elemzője. Andrással beszélgettünk kicsit korábban, Tamásnak volt egy pici elfoglaltsága addig, és abban maradtunk, hogy András, egy picit mesélsz majd arról pár percben, hogy néz ki most Európa és Magyarország energiafüggősége az orosz olajtól és a gáztól. Hát igen, köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Arról volt szó, hogy azt mondjam el, hogy kb. Ez hány százalékos, és milyen formában létezik, illetve hogy honnan ered Magyarország és Európa vonatkozásában. Én nagyon nem szeretem, vagy hát nem nagyon szeretem, amikor energiáról egy ilyen homogén valamiről beszélünk, mert az energiapiac szegmentált. Mind energiahordozók szerint, hogy honnan kapjuk, mind felhasználás szerint. Tehát mondjuk nukleáris fűtőelemekkel nem fogunk autót vezetni. Nem is tudjuk. Tehát, hogy amit valamely, vannak át nem járható dolgok azért ebben a szektorban. Ugye, Oroszország e tekintetben azért fontos, mert talán az egyetlen olyan energiaszállító Európa esetében, amely mind a négy, vagy a négy meghatározó energetikai energiahordozó vonatkozásában is jelentős szerepet játszik, hogy az olaj, a földgáz, a szén és a nukleáris hűtőelem beszállítása. És ezek nem csak arról van szó, hogy széles az orosz energiahordozók jelenléte, hanem mély is, tehát itt igen magas százalékos függésekről van szó. Utána az olajjal és a földgázzal érdemes kezdeni, ezekről beszélünk a legtöbbet. Hogy az olajat az szinte ma már csak a közlekedésben használjuk, tehát szinte kizárólagosan a közlekedésben használjuk, viszont ott csak olajat használunk. Ez egy ilyen érdekes, kicsit rugalmatlanabb és a többi energetikai terméktől elkülönülő piac. Ebben az esetben Európa összességében a világ energiafogyasztásának 10%-át adja, de ezen belül az olaj még mindig egy ilyen jó harmad. A teljes Európáról azért nem érdemes, EU-ról azért nem érdemes beszélni, mert az EU-ban szinte már nincsen upstream energiatermelés, még szénből van valami, de nagyon kevés. Tehát, hogy én szívem szerint EFTA-ról beszélnék, ami azért nagy különbség, mert itt bekerülnek akkor a britek, és még inkább fontos, hogy a norvégok, akik lényegében csak Európába szállítanak. Tehát, hogyha nagyobb Európát nézzük, akkor olajból is, földgázból is az önellátási rátánk az ilyen 40% körül van. Olajból kevesebb, 35, földgázból egy picit még több, tehát 40% fölött van. Ez az, amit belsőleg megtervelünk, és akkor egy ilyen 60 plusz-minusz százalékot be kell hozni máshonnan. Ezt elsősorban Oroszországból hozzuk be, tehát mind az olaj, mind a földgáz esetében ez van az első helyen.
olajban mondjuk ugye a teljes fogyasztásunk negyedét hozzuk be, földgázban pedig egy ilyen bő harmadot Oroszországban. És aztán jönnek a többiek, erősen lemaradva mindenki más. És ez meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk, hogy mennyi energiát szállítanak az oroszok Európába, akkor az olaj és a földgáz értékben ez mondjuk a 85-90%-a. Ezen kívül ugye a szénnek a szénimportunk fele származik Oroszországból, ez nem egy különbözően nagy tétel, és a nukleáris energia is, ahol nukleáris erőművek vannak, szovjetek, oroszok által építve, oda ők szállítanak nukleáris hűtőelemet. Most ugye a kiválthatóság egy más kérdés, vannak technológiai determinációk, illetve ilyen infrastruktúrális kötöttségek, ez különben a legerősebb a nukleáris hűtőelemek esetében, tehát ahol orosz nukleáris erőmű van, lehet próbálkozni, de mindenképpen hatékonyságvesztést jelent, hogyha más nukleáris, a finnek próbálkoztak ilyennel, hogy az orosz erőműből akkor brit hűtőelemeket tettek egy ideig, aztán kiderült, hogy nem hozzák ugyanazokat a hatékonysági mutatókat, hatásfokot, visszatértek az oroszokhoz, kipróbálták. Nem. Elvileg meg lehet oldani, csak nagyon nehéz. A leg, hogy is mondjam, relaxáltabb a kapcsolat a szénben. Tehát ott én azt mondom, hogy most ezzel vége is van a szénfüggésnek nagyjából, tehát hogyha tényleg a kormányok eldöntik, hogy nem importálunk Oroszországból szenet, akkor az oroszokat ki tudjuk váltani. Mert eddig is ez volt a trend, mert ugye az európai szénfogyasztás az meredeken zuhant, és akkor marad az olaj és a földgáz. Itt vannak problémáink, kicsit más természetűek a két energiahozó tekintetében. A gáz valóban nehezebb így hosszú távon, de az olaj sem könnyű, tehát hogy én azért meg más a jelentősége szerintem olajba kiváltani meg földgázt. Most ugye ez mikor alakult ki így? Nem, bocsánat, még előbb ugye az orosz függésről, tehát hogy az oroszoknak ez mit jelent. Tavaly mondjuk a szénhidrogének exportja adta az orosz exportnak a felét. Volt egy 500 milliárd dolláros exportjuk, ennek a fele az olaj és gáz volt, és egy picit még rátette erre a szén, meg a nukleáris hűtőelem. És a költségvetési bevételekben nagyon változó, de mondjuk a központi költségvetést tudom mondani, amiben nincsenek benne nyugdíj meg egyéb alapok, ott a 40-től az 55%-ig terjed. Most szerintem még ennél is magasabb, mert extrém magas árszinteket látunk. Tehát, hogy tekintetben viszonylag nagy a függés, de összességében azt lehet mondani, hogy ha a GDP-hez mérten nézzük az olajexportot, akkor nem éri el az OPEC átlagot az orosz függés. Főleg azért, mert egy nagyon nagy országról beszélünk, nagyon nagy a népesség, tehát nem Szaúd-Arábia, Kuwait, meg ezek az országok ilyen egyben a szénhidrogén export aránya a GDP egyharmadát éri el, Oroszországban a teljes GDP, meg ilyen 15-17%-át attól függően. Amikor ezt végezetül, tényleg nem akarom rabolni a szót téged, hogy ez hogy alakult ki? Hát itt Nyugat-Szibéria volt a döntő momentum, és hogyha mondjuk egy konkrét évszámot kell mondani, akkor én 1965-öt mondanám, ekkor volt egy 5 éves terv, és volt egy olyan sejtésük, hogy Nyugat-Szibériában rettentő mennyiségű szénhidrogén van, ekkor döntenek úgy, hogy oda mennek és kitermelik. Iszonytató költség volt, tehát ez egy hatalmas civilizációs vívány volt a korszak idején, hogy ezt a szovjetek meg tudták csinálni. Technológiai vívmány, tehát korábban ilyen helyeken nem termeltek szénhidrogént, viszont hogy megtérüljön, már eleve, főleg a földgáz, de az olaj esetében is bekalkulálták, hogy ezt most akkor egy ilyen export termékké fogják változtatni, és akkor kezdik el kiépíteni azt a cső hálózatot, ami a világ legnagyobb ilyen vezetékes hálózata, mind olajban, mind földgázban, ami Európa felé kigyózik. És azt lehet mondani, hogy a 60-as évek végétől kezdődően máig, 2008-ig töretlenül ívelünk fölfelé olaj és földgáz fogyasztásban. A földgázban van egy megbicsaklás 2008-ban, de aztán a 10-es években még tovább megyünk, tehát elérjük a 200 milliárd köbméteres export szintet teljes orosz exportban, ami, csak úgy mondom, hogy el tudjuk ezt helyezni, egy ilyen 450 milliárd köbméter
az EU28-ak teljes fogyasztása. Tehát ez egy nagyon nagy szám volt, ez nem csak az EU-ban megy, máshova is megy. Az olajban már egy hanyatló piac van, tehát azt lehet látni, hogy az európai fogyasztás csökken, sokokból kifolyólag, és ez mondjuk az oroszokra is hat. És van egy diverzifikáció, tehát folyamatosan mennek a távol-kelet felé, mert az a világ energiaimportjának a motorja. Magyarországra is ez igaz, ugyanez a történet volt. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a 60-as évekig a magyarok rettentően az olajban hittek, és egy olajra képzelték el a jövőt, az energiafogyasztás fedezetét, és mind a nukleáris, mind a földgáz kevésbé, de a nukleáris egyértelműen egy ilyen indiai házasság volt, amit a Moszkvából tukmáltak ránk, azt mondták, hogy nincs több olaj, építeni kell nukleáris erőművet, nincs mese, rettentően utáltuk akkor, és aztán megszerettük az idők során. Kicsit földgázból is ez volt. Tehát tulajdonképpen ugyanaz az energiaváltás ment le, ami a Szovjetunióban is, hogy az olajtól elkötöttük magunkat más energiahordozók felé. Az a különbség mondjuk Németországhoz és Olaszországhoz képest, hogy volt KGS térségben majdnem, hogy kizárólagos az infrastruktúrális kötöttség 91-ben, vagy 89-ben, azóta sem lazult fel ez teljesen, pár kivétel azért van, erről lehet beszélni, és végig is ez kényelmes volt, és ez maradt fent. A mai napig a legtöbb helyen, nem mindenhol. Itt tennék egy pontot, hogy a Tamás is beszélhessen. És akkor passzolok Tamásnak, hogy van-e esetleg neked ehhez az európai függőség kialakuláshoz hozzáfűzni valahogy? Az az érzésem, hogy igen lesz. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást önök részéről. Annyit tennék hozzá, hogy ez egy hosszú házasság, ugye Európa és Oroszország. Éppen a napokban néztem, hogy 1968-ban kötötték az oroszok az első szerződést az osztrák állammal. Gyakorlatilag az osztrák OMV, ugye, aki most ezt a szerződést birtokolja, egyébként nekik 2040-ig van szerződésük. És 2018-ban ünnepelték ennek a hosszú kapcsolatnak az 50. évfordulóját, addig mintegy 330 milliárd köbméternyi földgáz szállított le Oroszország Ausztriának. Ugye ezt képzeljük el, hogy a Magyarország mostani fogyasztása 10 milliárd köbméter körül van, tehát őrült mennyiséget szállítottak ide az oroszok. Ez egy nagyon régi kapcsolat. Ugye a németekkel már a múlt század 20-as éveiben erős energetikai kapcsolat volt, akkor ugye az amerikai kőolaj dominálta alapvetően a világpiacot, de a németek ugye az angolszász világgal való rossz kapcsolat miatt egyre inkább a bakói olaj felé fordultak. A bakói olaj ugye hajtott előre a náci Németországot. Nem véletlen az, hogy 42-ben a német csapatok Oroszország megtámadásakor ugye Stalingrád felé fordultak, viszont a bakói olajmező egy kulcsfontosságú kérdés volt számukra, hogy annak az ellátása biztosított legyen Németország számára, és tulajdonképpen az egyik oka is, hogy Németország elbukta ezt a világháborút, pont az volt, hogy egyszerűen kiszáradtak olajból, nem maradt elég olaj a gazdaság működtetésére. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi kapcsolat, nagyon mély házasság. Ugye a világ első-második legnagyobb gázkészletével rendelkező Oroszország, a világ legnagyobb gázpiaca, közt egy felépített infrastruktúra. Tehát el lehet képzelni azt, hogy milyen cselekedet kell ahhoz, hogy ez a nagyon mély házasság, ez a nagyon hosszú távú kapcsolat, ez felbomoljon. És hát most egyértelműen vannak arra utaló jelek, hogy ennek a kapcsolatnak valamilyen szinten, ha nem is vége lesz, de egy más platform, egy más dimenzióba kerülhet át. Én gondoltam, amit hozzáteszek, amit András mondott, úgyhogy nagyon kíváncsian várom én is azt, hogy vajon miként alakul majd így a jövő, hogy fogunk egymással boldogulni a jövőben. Annál is inkább, mert azért az átlagember fejében valószínűleg kötődik a politikai akarat és a közgazdaságtan, hogy mit éri meg és hogyan éri meg vásárolni, és vagy kivel érdemes üzletelni. És ha azt lefordítjuk arra, amit egyébként a háború megkezdésekor több szakértő is mondott, hogy Oroszország a gázból és a kőolajból elég sok és jelentős tartalékot halmozott fel arra, hogy tudja finanszírozni a háborút, akkor bizony van egy érzés,
és egy valószínűleg alapos társadalmi elvárás, hogy nem jó, hogyha ezt a háborút mi finanszírozok abból a pénzből, amit olajért és gázért fizetünk. Hogy adódik ez össze, és hogy kell ezt szétválasztani? Egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy az energia és a politika mindig is erőteljesen összefonódott. Van egy nagyon jó könyv, ajánlom mindenkinek, Daniel Yergin, a Cserának a vezetője írta, az a címe, hogy The Price, és ez az olajipar történetét foglalja össze, megjelent most már a második kötete is, az első kötet az első iraki háborúig foglalja össze az olajipar történetét. Én amikor kézbe vettem ezt a könyvet, én arra számítottam, hogy itt technológiákról lesz szó, új lelőhelyek felfedezéséről, gyakorlatilag az egész könyv politikáról szól, emberi kapcsolatokról, emberi történetekről, kikivel volt jóban, kikinek volt szimpatikus, az első szaudi herceg miért annak az angol úriembernek adta oda a koncessziót, miért nem a másiknak. De döbbenetesen érdekes, hogy gyakorlatilag az energetika története az emberi kapcsolatokról és politikáról szól. András, szeretél volna valamit az előbb még? Nehéz nekem ehhez hozzászólni. Tehát ugye ez egy nagy vita a nemzetközi kapcsolatok történetében, hogy most, hogyha lesz dekarbonizáció a világban, akkor azok a szénhidrogén exportőrök, amelyek tulajdonképpen tönkre fognak menni, hát ez főleg ugye a Közel-Kelet, részben a posztszovjet térség, Amerikában is lesz ilyen, hogy ez egy békésebb vagy háborúsabb vidék lesz. Tehát hogy nagyon megoszlanak a vélemények, hogy ez jót tette ezeknek a társadalmaknak, békét teremtett, civilizációt hozott, vagy rosszat. Tehát, hogy igen, tehát, hogy amit mondta Györgyi, az egy értelmezés, hogy ha egy rendszer agresszív, és kicsit úgy érzem mindig, hogy valaha ilyen orosz történelmet tanultam, hogy az oroszok hozták a szokásos, tehát tudom, hogy egy kicsit nagyon, nagyon, hogy is mondjam, durva ez a kijelentés, de hát a posztszovjet térségben mindig folytattak háborúkat. Tehát hogy nehéz elképzelnem ezt a régiót olaj és gáz nélkül, és én azért picit citizek tőle, hogy ez a folyamat hogy fog lezajlani. Már csak azért is, mert ugye legalábbis Európát illeti, hát azért az a terv, hogy 2050-re leállunk a szénhidrogén fogyasztással teljesen. 2035 után, 40-45-ben valamikor ez az orosz-európai kapcsolatnak legalábbis a tervek szintjén véget kellene érnie, amúgy is, és az azt jelenti, hogy ha most azt mondjuk például, hogy már kevesebb olajra lesz szükségünk az oroszoknak mondjuk 2030 után, ugye egy termelőnél az mindig korábban jelentkezik a kérdés, hogy jó, akkor még most befektessek olajba? Vagy befektessek földgáztermelésbe? Tehát, hogy nekik az 10 évvel előtte, vagy 7-8 évvel előtte tudniuk kéne, hogy mire számíthatnak majd. E tekintetben ugye a fogyasztó némi előtte van, mert ha mi azt mondjuk, hogy hát 2030-35-től kezdődően nekünk nem lesz szükségünk földgázra, olajra annyira, akkor most nem állnak neki hiteleket fölvenni Nyugat-Szibériában, hanem teszem azt neki állnak Kelet-Szibériának, és elviszik azt a ott ruháznak be, mert azt megveszik a kínaiak. Tehát, hogy ezek a feszültségek már érezhetőek voltak szerintem korábban is, tehát hogy ez az energetikai szektorban is a dekarbonizáció már korábban nyomot hagyott, és lehetett látni, hogy itt azért vannak a felek közt feszültségek. Nem ebből fakadt a háború, nem ezt akarom mondani, csak nekem volt egy félelmem attól, hogy ez a válás, ez hogy fog lezajlani. És most úgy látom, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen csúnya, odamondogatós válás lesz, és nem tudom, hogy ez hogy fog hatni az energetikára, mint olyan. Majd ezt is szeretném feszegetni valahogy, de még egy kicsit arról, Tamás, te írtad a napokban az egyik cikkedben, hogy az energia, nyilván ez nem újdonság, csak hogy megerősítetted, hogy az energia diverzifikálását elmulasztottuk már, mint az elmúlt 10 évben Magyarországon, és mondjuk Európában is valószínűleg korábban, és már mint a politikai döntéshozók, és hogy ennek mi lehet az oka mélyebben, szóval miért alakult ez így?
Azért ez nem csak Magyarország, ez alapvetően egyébként valahol egész Európára igaz, kevés, kisebb mértékben, hiszen azért Németországban volt egy nagyon komoly megújuló forradalom. Az a helyzet, hogy az elmúlt 10 év nagyon alacsony energiárakat hozott, ha visszanézünk az elmúlt 150 évre. Azt szoktam mondani bibliai hasonlattal, hogy ez volt a 7 fő esztendő, és hát az energiapiacok ciklikusságát, a ciklikussága miatt jó eséllyel 2020-21-től kezdve a 7 szűk esztendőt fogjuk megélni. Minden jel azt mutatja, hogy gyakorlatilag egy újabb energia árforradalom fog bekövetkezni, jóval magasabb szintű fosszilis árakkal, és ez egyébként magukával hozza magának a megújuló áraknak is az emelkedését. Ugye alapvetően ez nem egy független folyamat egymástól, hiszen ha mondjuk akár a szélenergiát nézem, akár a napelemeket, ezeknek az előállításához nagy mennyiségű fosszilis energiára van szükség. Miért volt a drága a fosszilis energia, akkor ez megad a megújuló energia költségét is jelentősen megemeli. Szóval én azt hiszem, hogy picit mindenkit ez a helyzet elaltatott. Magyarország meg talán különösen egy olyan helyzetben van, ahol ugye az adottságok miatt is nehezebb helyzetben vagyunk. Lehetett volna nagyon sok mindent tenni, lehetett volna készülni, ha meghallgatjuk József tanácsát ugye a Biblia alapján, mert sajnos mi ezt nem igazán tettük. Ráadásul tényleg ez a kapcsolat Oroszországgal azért nagyon jó és nagyon mély kapcsolat, hiszen azért ennek a kapcsolatnak az alapjai megvannak, ahogy említettem, hogy ők ugye a világ legnagyobb készleteivel rendelkeznek, miénk a legnagyobb piac, közte pedig egy létező és nagyon erőteljesen képzett infrastruktúra van. Tehát bizonyos szempontból tényleg nehezen lehetett magyarázni azt, hogy miért is kell nekünk ilyen mértékben diversifikálni, ha csak nem ugye a dekarbonizációs célok indokolták volna ezt a fajta elválást, illetve ezt a fajta, egyfajta tevékenység elindítását az energiarendszerünk átalakítása érdekében. Az anyagi része egyértelmű, viszont pont említetted most az előbb ezt a könyvet, amelyben azt mondtad, hogy azt gondoltad, hogy majd milyen, hogy miről olvasol, de hogy közben meg politikai és igen, nemzetbiztonsági összefüggésekről olvastál benne. Szóval, hogy azért ez egy politikai döntéshozó fejében mégiscsak nagy kockázat, így akkor is, ha ennyire olcsó az energia. Szóval mit néztünk, vagy mit néztek félre, vagy mit néztek el ebben a politikai döntéshozók szerintetek, mindkettőtök szerint? Hadd mondjak egy-két dolgot. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy politikailag ennek nincs olyan kifizetődő része, ami miatt ezt érdemes volt megtenni. De ahogy olvasom mondjuk a Nemzetközi Energiaügynökségnek a munkáit, ők is rendszeresen felhozzák, hogy a nyugati világ egyszerűen nem szigetel olyan mértékben, mint ahogy kéne, pedig számuk, az ő számításaik szerint, ráadásul ugye ők mindent számokkal alátámasztanak, ezek a beruházások lennének azok, amelyek messze a legjobban megtérülnek. Ugye minden politikus hallgató mindenki a kínálati oldalról beszél, hogy kéne a kínálatot javítani, hogy kéne több gázt hozni, hogy kéne több olajat hozni, menjen a fogyasztás. Miközben a keresleti oldal visszafogásáról igazából nem hallunk, hiszen az politikusok sokkal-sokkal érzékenyebb dolog. Én azt gondolom, hogy ez magyarázza ezeket, és hát valószínűleg egy szigetelési programmal nem lehetett olyan politikai tőkét kovácsolni, mint mondjuk egy stadion építéssel, vagy bármi egyébvel, főterek építésével. Tehát ezek látványos dolgok, amelyek jobban vonzzák a választókat. Ha azt hirdetjük meg, hogy most minden házat leszigetelünk, és ezzel csökkentjük a rezsételnek, valószínűleg politikai hozadéka jóval kisebb. Értem. András? Én önmagában úgy gondolom, hogyha valaki az ellátás biztonságra optimalizál, mert volt ilyen ország különben Európában. A lengyelek mondták azt, hogy az ellátás biztonság mindenek felett, és ők még a mostani háború előtt úgy döntöttek, hogy akkor ők megpróbálják kiváltani a 2022 végére a teljes földgázimportjukat egyéb helyekről, tehát nem kívánnak az oroszokkal továbbiakban üzletelni. Azt hiszem, hogy olajban is voltak valamilyen próbálkozások, ott is csökkentették a kitettséget. Egy döntés komoly beruházásokat igényelt, főleg ugye uniós pénzekből ment az első fele, tehát az LNG a nem teszem a neve, de a Balti-tengeren épített
LNG terminál az 85%-ban nyers forrásból ment, aztán rátettek még egy földgázvezetéket, és már ezt kiépítették. Ez most tűnik, egy okos döntésnek tűnik. Csak ez azzal járt, azért ne felejtjük el, tehát hogy ugye ehhez kellett az, hogy legyen egy azért nagyon erős félelmük Oroszországtól, ami különben, hogyha olyan külpolitikai profiukat nézem, akkor azért számomra legalábbis, persze szubjektív megjegyzés, nem volt túl szimpatikus, amiket ők csomó más területen műveltek külpolitikában. Tehát ugye ez egy adottság, ami vagy van, vagy nincs. Tehát a másik pedig az, hogy közben ez azt is jelentette például, hogy a klímapolitikát beültették a hátsó ülésre. Ő miattuk nem lehetett kimondani azt az Európai Unióban, hogy 2050-re klímasemlegesség lesz, mert ha ellátás biztonság van, akkor ők ragaszkodnak az utolsó töltényig a szemükhöz, és nem hajlandóak arról lemondani. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a kérdés az, hogy milyen időtávon, milyen prioritást választ egy ország, és ugye az a gyanúm, hogy ahhoz, hogy az ellátás biztonságot érvényesítsük, az szakpolitikai áldozatokat kell hozni. Tehát mindent nem lehet egyszerre. Nem biztos, hogy például most az ellátás biztonsági szempontból sikeresnek tűnő Lengyelország összességében az energiapolitika egészét tekintve legyen. Tehát én továbbra is azt mondanám, csak azért, mert dimenzionálisan nagyobb problémának tartom a klíma problémát, hogy a dekarbonizáció kellene, hogy legyen a fő szempont, és mellékesen lehet behozni ehhez más szempontokat, még akkor is, hogy ha csak nem ég nagyon a ház más szempontból. Tehát, hogy ezt az ellátásbiztonságot fel kellene adni a minden országnak azért, hogy ezeket a dekarbonizációs célokat lehessen tartani, és hogy hát tulajdonképpen a dekarbonizáció az önmagában csak egy kicsit hosszabb időtávon belül oldaná meg az ellátás biztonságot. Tehát ugye ezt mondtam az elején, hogy 20-25 év múlva úgy se lett volna Oroszországból olaj és gázimportunk, de ha most az ellátás biztonságot helyezzük az első helyre, akkor egész egyszerűen nem fogjuk tudni elérni azokat a dekarbonizációs célokat, ez most bosszú lenne ezt levezetni, de akkor föl kéne adni a dekarbonizációs céljainkat. Vagyis legalábbis engedményt kéne belőle tenni. Hisz úgy terveztük, hogy a szenet veszük ki, ahhoz viszont földgázra van szükségünk, akkor viszont ha azt nem tudjuk csökkenteni, hanem akkor máshonnan akarjuk behozni, akkor be kell ruházni egy hatalmas mennyiségű pénzt amúgy a földgázrendszerbe, a hálózatba, amit aztán úgyis ki fogunk dobni 20 év múlva. Tehát, hogy itt az igazi szakpolitikai kihívás szerintem, hogyha most visszatért az ellátásbiztonság, mint egy ilyen probléma, és egy valós megoldást akarunk találni, hogy ezt hogy fogjuk tudni hozzáilleszteni az amúgy már meglévő klímapolitikánkhoz. Ez az igazi nehézség, és én nagyon nagy hibának gondolnám azt, hogy a klímapolitikát most kidobjuk, azt mondjuk, hogy ezt felejtsük el, és akkor legyen ellátásbiztonság, hanem hát valahogy a kettőt kéne valamiképpen egyé passzírozni megint, és ez nem lesz könnyű szerintem hirtelen. Ha már ezeket szóba hoztad, akkor menjünk esetleg arra, hogy milyen lehetőségeink vannak most arra, hogy viszonylag biztonságosan, viszonylag az ellátás minőségét garantálva, de egyébként ezt a karbonsemlegességet tartva, merre vezethet az út? És ott van itt egy csomó dolog, amiről néhányukról azt se tudjuk talán, hogy átlagemberként, hogy ez micsoda. Van, amiről meg nagyon is tudjuk, hogy az, vagy nagyon feltételezzük, hogy tudjuk, hogy micsoda. Szóval mik a lehetőségeink is? Mehetünk így sorban egy-két konkrét tétellel, hogy honnan lehet, ha nem Oroszországból, akkor honnan lehet gázt hozni? Mi a jó opció? Én azt írtam ugye a cikkeimben, hogy 10 év alatt lehet Oroszországtól teljesen válni. Viszont rövid távon, ami az energetikában egy 4-5 évet jelent, ezen a távon az opciónak a száma jóval kisebb. Én lényegében azt mondanám, hogy 4-5 éven belül tulajdonképpen nincsen reális esély arra, hogy úgy le tudjunk Oroszországtól válni, hogy ez nekünk ne fájjon nagyon. Tehát magyarul kisebb kínálat lesz, ez adott esetben iparági visszavágásokat jelent, és iparágoknak fogyasztását vissza kell várni,
sőt, adott esetben lehet, hogyha olyan extrém tévébőjárás van, akkor még mondjuk lakossági korlátozásokat is jelenthet. Tízemes távon van lehetőségünk rá, viszont ehhez egyébként, hogy meg András is mondta, nagyon sok pénzt kell beruházni, és hát kérdésérnek a pénzek a megtérülésén milyen lesz. Főleg úgy, hogy a másik cél, ugye a dekarbonizációval, ez abszolút nincsen harmonizálva, tehát hogy a két cél az egymást gyakorlatilag üti. Egyébként a legnagyobb lehetőséget a rövid távon, amiben én láttam, az a cseppfolyós földgáz. A cseppfolyós földgázon azt kell tudni, hogy az elmúlt 20 évben volt egy nagyon komoly forradalom az energetikában. Több területén is, tehát itt mondjuk a olaj-palagáztermelés volt egy nagyon komoly változás. Amellett pedig a cseppfolyós földgáznak is volt egy hatalmas forradalma. Sokkal olcsóbb lett a technológia, sokkal hatékonyabbá vált, és gyakorlatilag a legnagyobb fosszilis, leggyorsabban növekvő fosszilis terület volt a cseppfolyós földgáz. A költségből is gyakorlatilag lement oda, hogy a mostani európai árnak gyakorlatilag a negyedéért be lehet idehozni költségben cseppfolyós földgáz, és nyilván ugye az európai árak, amik négyszerűen magasabb, mint a teljes költség idehozni, mint az első támú volt cseppfolyós földgáz, ez ösztönzi is azt, hogy idehozzunk. Itt a környéken több LNG terminális van, és épült is, ezeket lehet bővíteni, ezekhez való interkonnektor kapacitást lehet bővíteni. Tehát ezzel mondjuk körülbelül a 7-8 milliárd köbméteres magyarországi vagy magyar Oroszország felől származó fogyasztásból 1-2 milliárd köbmétert lehet csökkenteni. Tehát ez az egyik ilyen lehetséges út. Ez mennyi idő megvalósítható? Hát ez legalább egy 3-4 év. Tehát lehet, hogy gyorsítani lehet. Tehát az igazság, hogy azért nehéz mondani bármit is, mert most azért a körülmények változtak. Egyrészt mindenki ilyet akar csinálni, ez nyilván a kapacitásokat, akik ugye tudják gyártani ezeket a terminálokat, akár mérnöki kapacitás, akár gyártási kapacitás, azért ezt beszűkíti. Mindenki most Európában gyártási akar bővíteni. Másrészt ugye a nagy kérdés, hogy honnan kapunk gázt, mert az LNG piac az úgy működik globálisan, hogy ennek durván a kétharmada, így két oldali szerződésekkel lefedett mennyiség, egyharmada az, ami a szabad piac, azzal az egyharmaddal, a egyharmadért pedig meg kell küzdenünk elsősorban Ázsiában. 2025-26-tól lesznek egyébként jelentős bővítések a termelői oldalról cseppfolyós földgázban, ekkor épül meg mondjuk a katari bővítés, ekkor lesz valószínűleg Mozambik, vagy akkor kerül Mozambik fel a térképre, az egy nagyon komoly forrás lesz, illetve az Egyesült Államoknak is a felfutása az új LNG kötőben ebben az időszakban várható. Tehát akkora azért lesz valószínűleg termékben is kínálat, és addigra el lehet készíteni mondjuk a első olyan terminál bővítést, ami érdemben hozhat Magyarországra többet gázt. Emellett van vezetékes gáz lehetőségünk is, itt több irányba is lehet gondolkodni, ugye a földközi tenger, fekete-tenger medencéje az jelentős földgáz vagyonnal bír, ez egyébként például Törökországban politikailag ki kéne egyezni, mert mondjuk a ciprusi földgáz találat volt az elmúlt 20 év legnagyobb ilyen földgáz találata a világban, viszont maga a földgáz mező az pont azon a ponton van, ahol a görög oldala a Ciprusnak, illetve a török oldala a Ciprusnak találhatott a pontot, ahol a határban. Illetve hát ugye beszéltünk a kínálati oldalról, nyilván kereseti oldalról el lehetne kezdeni gondolkodni azon, hogy ezt a magyarországi földgázkeresetet hogy lehet csökkenteni. Említettem már a szigetelés, el lehet gondolkodni nagyon sok egyéb ipari felhasználásnak a csökkentésén. Tehát több olyan lépés is van, amely ezt a 10 milliárd köbméteres évi fogyasztást csökkentheti. Mint a cikkemben azt becsültem, hogyha szigetelnék az összes magyarországi lakóingatlant, az önmagában olyan 2 milliárd köbméterrel, tehát 20%-kal csökkenteni a magyar földgázfogyasztást. Egyébként a cikkedben megdöbbentett az, hogy még a 2019-ben átadott lakásoknak is csak a kisebb része, szóval kevesebb, mint 50%-a felelt meg a szigetelési formának, ami egyébként ma már a 21. században valószínűleg elvárható lenne, épp amiatt, hogy csökkentsük a fogyasztást. Picit az árakra, az, hogy mert hogy nyilván az életünk is azon múlik, hogy akkor, vagy egy csomó minden azon múlik, hogy egyébként egy ilyen cseppfolyós gázt, ha majd 3 év múlva is, akkor mennyiért kaphatunk meg, illetve, hogy addig mi történik, és bocsánat, két kérdését egyszerre, de ti elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy valami miatt mégsem jön orosz gáz, vagy ha jön, akkor, és tovább jön, akkor annak
Mi a garanciája, hogy az valóban azon az áron jön, amin megállapodtak a felek? Garancia semmi nincs, semmire nincs, főleg, hogy most az oroszok is elkezdték ezt kapirgálni, ezt a kérdést. Formál jogilag, mondjuk, hogy a 2 évvel ezelőtti orosz gázexportnak a 2/3 hosszú távú szerződéseken keresztül futott, amiben volt egy árindex, amit újra lehet tárgyalni az egyik fél kérdésének megfelelően 2-3 évente, a legtöbb szerződésben így van meghatározva. De érdemi, de jogilag mozgástér ott nem sok van, tehát hogy nem, az oroszok nem tudják egy oldalról ezt megváltoztatni az egyik napról a másikra, most éppen az ellenkezőjét próbálják bizonyítani a rubel elszámolással, de valójában szerződésesen elvileg nem. Tehát, hogy az árszint egy csomó mindent szerintem megoldana a világban, tehát hogy ha most érvényesítenénk a lakosságban, az iparban érvényesül, és majd meglátjuk ennek azért a hatásait, például, hogyha a lakosság számára érvényesítenénk a valós földgázárakat, akkor egy ilyen 3-4-szeres gázáremelést kéne csinálni. Pillanatokon belül máshogy állnánk mondjuk a lakásszigetelés kérdéséhez. Nem lehet megcsinálni részben politikai, részben szociális okokból, de nem lenne szükség nagy szubvenciókra, azt kell, hogy mondjam, ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem kéne hatalmas kormányzati programok. Kicsit most fordítva vagyunk a lovon, tehát most van egy alacsonyan tartott gázár, támogatjuk a fogyasztást, és közben meg ingyen hiteleket adunk, ami köztudomásul a kevésbé hatékony, mint ha az ember a saját pénzét használja. Ilyenre. Tehát hogy én úgy gondolnám, hogy eszetlen magas a gáz ára, mégis használnunk kell, főleg a dekarbonizáció miatt, bele vagyunk kényszerítve abba, hogy magas gázárakat fizessünk, és ez egy nagyon fájdalmas folyamat, nagyon nagy kérdés, hogy ezt társadalmilag miképpen lehet elfogadtatni és megcsinálni, sokkal nehezebb, mint amilyennek most tűnik. Azt kell, hogy mondjam, pedig már most is Magyarországon elég nehéznek tűnik, de azért látom Németországban erről a vitákat, Hollandiában a vitákat, csomó helyen van erről ilyen kísérlemenő vitát, tehát Hollandiában mondjuk egy normál lakásért 200-300 ezer forintos gázfűtési díjakat fizetnek télen, tehát elképzelhetetlen Magyarországon. Tehát, hogy ezt itt ezt én nem nagyon látok szakpolitikai gondolkodást arra vonatkozóan, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni Magyarországon. Jelen pillanatban érdemben még ezt senki nem találta ki. Ugye nagyjából az irányt tudjuk, meg kéne emelni az árat, meg szigetelni kéne, és a többi, de hogy ez hogy lesz a gyakorlatban kivitelezve ilyen magas gázárak mellett, én ezt nem láttam leírva sem. Tamás, neked mi a véleményed, hogyan lehetne ezt kivitelezni? Nagyon nehéz, ugye tényleg, hogy az András is nagyon jól mondta, hogy a hét bő esztendő volt, amikor ugye olcsó kamatok voltak, olcsó nyersanyagára, hitelbőség a világon, és gyakorlatilag mindent megtehettünk volna, tehát bőven megtehettük volna azt, hogy az összes lakást leszigeteljük. Most pedig egy olyan körülmények között leszünk kénytelenek valamilyen módon elindulni, amikor hát folyamatos ellenszél van. Ami eszembe jutott még, hogy ugye ez az orosz-európai kapcsolat azért ez egy kétoldalú dolog, és itt egy kettős függésről van szó. Tehát Oroszország is azért nagy mértékben függ Európától. Náluk a vezetékes földgáz jelenti a földgázértesítés nagy részét. Van nekik is cseppfolyós földgázuk egyébként, de az 10%-a talán a teljes értékesítésüknek. Illetve Kína fele is adnak el, de ennek a volumene még mindig csak az egyharmada az európainak. Hosszatávon is körülbelül egy olyan, maximum egy olyan 2-1-es arányt lehet elképzelni, hogy két gáz megy Európában, egy gáz megy Kínában, tehát körülbelül ezek a középtávú, vagy hosszatávú célok. Nyilván ezt lehetne fokozni, de én meg a kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy valósítják meg az oroszok, ugye a kínaiak is azért óvatosak Oroszországgal kapcsolatban. Ráadásul az oroszok nagyon ügyeltek erre a megbízhatóságra. Tehát tényleg amióta figyelem ezt a piacot több mint 20 éve, mindig ezt hangzottál orosz részről, hogy mi megbízható szállítók vagyunk. Tulajdonképpen a 2006-2009-es ukrán
válság, vagy ukrán balhét leszámítva, amikor ugye lehetett fogni az ukránok rossz hiszeműségére, hogy az orosz gáz nem jutott el Európába, mindig kínosan ügyeltek arra az oroszok, hogy minden megígért és leszerződött molekula odajusson. Tehát ugye itt már említettem ezt az OMV szerződést, abban azt is leírták az osztrákok, hogy az oroszok minden egyes megígért molekulát időben leszállítottak. Tehát, hogy ez egy függés az Oroszország számára is. Én azt gondolom, hogy ők fognak szállítani. Tehát azt szinte kizártnak tartunk, hogy ők ezt leállítsák, és hát kicsit éppen az ő pánikukat látom most abban, hogy például fenyegetőznek azzal, hogy tegyük át a szerződéseket Ukrajna alapra, ami hát egy nonsens, hiszen az a szerződés megvan, és ebben a szerződésben egyértelműen benne van, ami a leszállítási deviza. Tehát ez inkább az ő pánikuk, hogy egyfajta olyan üres fenyegetésnek érzem én. És hát nyilván, hogyha ők vissza kell, hogy vágják a termeléseket, mert nem tudnak ide eladni, az nekik is egy hatalmas anyagi veszteség, ráadásul a mezőik egy része megsínyelheti ezt a fajta lépést, tehát ez magát a termési kapacitások részét is visszavághatja. Függen attól egyébként, hogy milyen gyorsan, milyen sebesen, és milyen időszakban kell például leállítani ezt a gázmezőt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt magas árak lesznek, talán nem annyira extrém, mint most, azért most egy ilyen extrém időszak van, de alapvetően magas árak lesznek, és ebből a nagyon nehéz körülmények között leszünk rá kényszerítve arra, hogy ezeket a beruházásokat elindítsuk, elkezdjük, különben befizethetünk. Azért, ha tényleg vissza egy kicsit erre a rubel elszámolásra, amit Putyin elkezdett követelni, az Európai Unió pedig azt mondta, hogy van szerződésünk, és ez nem erről szól. És persze mondjátok, hogy ez irracionális, meg nem valószínű, meg nem, de hogy az egész háborúra sem számítottunk. Szóval lehet ez csak úgy venni, hogy ez egy fenyegetés, és úgy sem lesz belőle semmi, vagy azért érdemes arra felkészülni, hogy és mi van, ha mégis azt kéri, és mégis azt várják el, ha nem, akkor elzárják a gázcsapot. Csak mindegy, mert három nap alatt nem lehet attól készülni. Tehát, hogy azért az energetika kicsit olyan, mint az árvíz. Tehát, hogy abban az évben próbálsz gátat építeni, akkor már régen rossz, ezt évekre előtt meg kell építeni. Tehát most ez le fog menni úgy, ahogy az elkövetkező hetekben, hónapokban nem tudunk olyan lépéseket érdemben hozni, amivel föl tudnánk készülni arra, hogyha elzárják. Tehát, hogy viszont ettől függetlenül egy fontos kérdés, tehát, hogy akkor a elkövetkező 10-15 évben bízunk-e az oroszokban, ezt, és azért ez például egy ilyen követelés révén is, hogy azért ezt meg lehet ingatni, de hát korábban ez egy nagyon jól felépített, megbízható imázs volt, ez kétségtelen. Tehát még a 2009-es gázválság is az oroszok és az ukránok között, azért, hogyha azt úgy valaki üzletileg végignézi, akkor ha az ukránok úgy viselkednek, akkor a németek is elzárták volna nekik az árakázt. Tehát, hogy egyszerűen azt mondták, hogy nem vagyunk hajlandóak többet fizetni, amin a piaci ár harmadánál. És akkor ebből lett egy ilyen gázkezési konfliktus. Tehát, hogy politikailag és üzletileg is azért azt, ahogy a Tamás is mondta, a Gazprom menedzser, főleg üzleti körökben nagyon erős volt, megbízható partnerként kezelték, ha csak nem volt valami tényleg eszetlen szkepticizmus az oroszok iránt, mint a Baltikumban vagy a lengyeleknek. Igen, a bizalom most sem a gondolom most sem a Gazpromban ingott meg, hanem az egész orosz döntéshozatalban. A Gazpromban fogják a fejüket ettől a rubelben fizetéstől, az úgy hallom, meg azt is látom, tehát ez egy ilyen politikai deklaráció volt, meglátjuk, hogy mennyire kell azt mondani. Amit tennék még hozzá, hogy ugye az elszámolás és a gázszállítás az két különböző dolog. Tehát én el tudom még extrém esetben azt is képzelni, hogy egy darabig szállítanak az oroszok, de nem tudunk teljesíteni. Egyébként maga az, hogy rubel elszámolás legyen, az én értelmezésem az gyakorlatilag a szerződés felrugása. Ugyanis a mostani szankciós rendszerek mellett egyszerűen kivitelezhetetlen, hogy ekkora mennyiségben rubellel számoljuk el ezt a földgázt. Tehát lényegében ez egy olyan dolog, ami egy megvalósíthatatlan
feltétel és követelés lenne orosz részre. Viszont egy fenyegetés mindenképpen, és végül is a gázcsap, vagy a döntéseiknek egy része az ott, az náluk dől el természetesen. Mennyibe kerülhet az LNG? Tehát, hogyha 3-4 év múlva, ahogy mondott Tamás, az érkezik Magyarországra, akkor mostani tudásunk szerint mivel lehet kalkulálni, hogy ez mennyibe fog fájni? Hát itt az amerikai oldalról van nagyon nagy átláthatóság. Általában szinte mindenben az energetikában Amerikát szeretjük. Ugye ott heti adatok vannak, hogy mennyi a készlete az első államoknak. Ezzel szemben Európában is havi adatok vannak, és az is két hónapi csúszással. Arab világról meg úgy tudunk információkat, hogy követik a műholdakkal, van erre szakosodott cég, követi a műholdakkal, követik a hajókat, a tankereket. Abból lehet becsülni, hogy mennyi a termelés. Tehát el lehet képzelni, hogy mekkora különbség van a transzparenciában. És az amerikai cégek oldaláról látunk elég jó transzparenciát, ott meg lehet becsülni, hogy mondjuk Henry Hubbar, az amerikai fő irányadó ár, plusz másfél-két dollár per MMBTU, az az a költség, amivel lehet ide szállítani. Hogy magyarul beszéljek, most Európában olyan 100 euró per megawattóra a belső gázár, ez a holland irányadó ár, ugye Hollandiában van a legnagyobb gáztős, de Európában ezt követi mindenki. Ezzel szemben a mostani amerikai földgázárak mellett olyan 20-25 euró per megawattóráért le lehet szállítani költségekkel együtt az amerikai LNG-t. Az orosz az ennél egyébként valószínűleg jóval olcsóbb, az valószínűleg 10 euró per megawattóra alatt lehet vezetni, tehát leszállítással mindennel együtt. Tehát nagyon olcsó a termelés, tehát az filérekbe kerül gyakorlatilag Oroszországba. Ami nagyobb költség az a leszállítás, ugye az infrastruktúra, amivel az a földgáz a Jamal-félszigetről 3000 kilométert utazva eljut ide. Tehát az az LNG egy ilyen európai árak mellett bármelyik LNG-t nézem. A katari egyébként valószínűleg olcsóbb lehet költségben, mint az amerikai. Én azt gondolom, hogy az a 25 euró per megawattórás szintnél azért szállítanak mindenki ide szívesen. Itt a helyzet az az, hogy nagyon felmentek az árak, hiszen Kínában volt egy nagyon komoly növekedés a cseppfolyós földgáz iránt. Ott a párt maga deklarálta, hogy tisztítani szeretné a városi levegőt, aminek a legolcsóbb, leggyorsabb módja az az, hogy földgáz használnak. Úgyhogy a tavalyi év az arról szólt, hogy a Kína folyamatosan már tavasszal, általában nyáron szokták ezen, mert tavasszal felvásárolták az összes LNG szállítmányt, ezzel gyakorlatilag feljebb sófolva az árakat, úgyhogy kicsit kiszorították Európát erről a piacról. Most idén változik a helyzet, mert februárban volt az egy nagyobb LNG vásárolt rá. Paks 2 megépítése szerintetek egy döglött projekt? Vagy meg lehet építeni, vagy meg kellene építeni oroszokkal, vagy oroszok nélkül? Hát, hogy is népszerű lennék, ha azt mondanám, hogy ez a projekt megdöglött, de igen, tehát, hogy valóban, hát, hogyha a metrókocsikat nem bírjuk felújítani, akkor ebben a helyzetben, akkor képzelhetjük, hogy egy felis erőművel mi lenne. Tehát én úgy gondolnám, igen, hogy ezt most lehet, hogy el kéne felejteni. Lehet, hogy az oroszok fogják kérni, lehet, hogy mi mondjuk ki, lehet, hogy mi nem mondjuk ki, hanem azt fogyasztjuk. Ugye inkább az a érdekes része ennek a történetnek szerintem, hogy ha nincs Paks 2, akkor mégiscsak az a 32 és 37 között a mai tudásunk szerint le kéne állítani Paks 1-et, akkor viszont viszonylag gyorsan dönteni kéne arról, hogy hogyan lesz tovább. És itt nincs túl sok lehetőség. Tehát az egyik, és én ezt megfontolandónak tartom, és ezt ma már az iparágban páran pedzegetik, meg kéne nézni, hogy nem tudjuk-e még 10 évig Paks 1-et üzemeltetni. Ez nem mindenféle eretnek gondolatnak hangzik, de Nyugat-Európában és mindenhol a világban sorra hozzák az ilyen döntéseket, hogy az eredetileg tervezett 50 helyet 60 évig üzemeltetnek egy reaktort. Ennek van különben egy metodológiája, tehát meg szokták nézni effektíve a tartószilárdságát a blokkoknak, ugye a gépészetet lehet cserélni, a beton az egyetlen, amit nem lehet cserélni, ezen múlik. A legtöbb esetben ez megtehető-e. Azért
Lehet ezen gondolkodni, és van értelme ezen gondolkodni ezen a plusz tézében, mert egy viszonylag gyorsan változó technológiai környezet van, és nagyon sokat jelenthet az a plusz 10 év abban, hogy milyen lehetőségeink vannak. Sőt, hát ugye ez egy ilyen nagyon optimista gondolkodás, hogy meg 2040-45 környékén egy csomó olyan technológiai problémát meg fogunk tudni oldani, amit ma nem tudunk. De hát az a terv, hogy 40-45 környékére például a villamosenergia termelés 100%-ban tudunk kéne dekarbonizálni, és adott esetben különben, ha ki tudjuk váltani a gázt, akkor elvileg már ki fogjuk tudni váltani a nukleárist is. Most nem akarnék ebbe belemenni ezekbe a részletekbe, de az már tényleg csak egy ilyen mennyiségű kérdés, ha a földgáz kiváltást meg tudjuk csinálni. Tehát, hogyha a szabályozását a villamosenergia rendszernek meg tudjuk csinálni, akkor egy ilyen zsinór áramot termelő erőművet valószínűleg tudunk tudni váltani. Tehát, hogy simán elképzelhető, legalábbis papíron, hogy 40 körül okosabbak lennénk, mint 30 körül. 2030-ban biztos, hogy valamit be kell raknunk, ami vagy fosszilis, vagy import, vagy marad valamiféle nukleáris megoldás. Hogyha nem tudjuk a Paks 1-et bent tartani a rendszerben, akkor még rendelkezésre áll a földgáz. Valószínű, hogy bizonyos mértékben növelni kell akkor a földgáz generációs kapacitásokat a mai terveken felül is. Vagy hát kiütetünk egy gyertyát, és mondhatjuk azt, hogy majd lesz import elegünk, de erre mondjuk én nem vennék mérget, hogy a 2030-as években olyan könnyű lesz zsinóráramot importálni Európában. Tamás? Számolgatom, hogy egy olyan 4-4,5 milliárd köbméter többlet gáz importtal gyakorlatilag lehet feltesteni Európában, ugye Paksot. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, ha tényleg tudnánk egy atomerőművet építeni. Én azt gondolom egyébként, hogy az atomerőműnek lenne jogosultsága Magyarországon. És amiről talán kevesebbet hallunk, azért van egy nagyon komoly technológiai forradalom is a nukleáris iparban. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy ennek lesz egy nagyon komoly felfutása. Az nagyon szerencsés lenne, amit András is mondott, hogyha 10 évvel tudnánk Paks 1-et életét hosszabbítani, hiszen az gyakorlatilag adna egy plusz időt arra, hogy ezek a technológiák beérjenek, és akkor esetleg ezeket is lehetne Magyarországon beépíteni. Én azt hiszem, hogy Paks 2-t az oroszokkal nem tudjuk megépíteni. Egyszerűen már csak azért sem, mert rengeteg nyugati cég kooperál ugye itt az oroszokkal, tehát itt rengeteg német beszállító van. Akik ugye meg is álltak most a Siemens és a General Electric amerikaiak, de hogy ők nem akarnak együtt dolgozni a Rosszatommal. Gyakorlatilag igen, tehát ők a saját részvényeseik, saját közvélemények felé nem tudják eladni azt, hogy én itt Magyarországon egy rossz céggel kooperálok, tehát ez gyakorlatilag szinte lehetetlen. Úgyhogy igen, hát ezeken kellene gondolkodni, én kíváncsi leszek majd, hogy egy új kormány ez milyen gyorsan fogja ezeket a kérdéseket elővenni, és milyen gyorsan fog erről dönteni. Tényleg az nagyon fontos lenne megnézni, hogy lehet-e hosszabbítani életmódot, vagy életidőt, mert hogy ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Ugye ez egy 40 éves atomerőmű, jellemzően azért 60 évig bírja az a beton. Reméljük, hogy a paksi beton is bírja, mert azért ha nem, akkor azért az megfontolandó, hogy üzemeltessük-e vagy sem. Illetve gondolom a szervizelése miatt is megfondolandó, mert a Paks 1-nek is vannak, vagy lehetnek szervizelési problémái, gondjai ezt. Igen, illetve a fűtőelemek ugye Oroszországból érkeznek, és a használt fűtőelemeket egyébként el is visszük oda. Tehát nyilván ez a kérdés is egy nagyon fontos kérdés. Különben ebben az oroszok elég nagyok a világban, úgyhogy ez is egy komoly fejfájást okoz. Például akár amerikai atomenergia cégeknek, hiszen ott is voltak olyan szerződések, hogy bizonyos atomerőművek a használt fűtőelemek egy részét majokon tárolták. Az oroszokkal volt ilyen kapcsolat, úgyhogy még az amerikaiaknak is egy problémát jelent, hogy Oroszországnak most ez a helyzete ilyen módon alakult, tehát hogy a politikailag megbízhatatlanná vált az ő számukra. És a német atomerőművekről mi a ti tudásotok, a jelenlegi tudásotok? Ugye az első napjaiban a német kancellár bejelentette, hogy a 2022 végén bezárni készült atomreaktorokat nem fogják bezárni,
újra lehet-e nyitni azokat az atomreaktorokat, vagy szerintetek lehet, és akarják-e, amelyeket 21 végén bezártak? Hogy lesz ez tovább? Meg egyáltalán az atomenergiának mi lesz a megítélése az Unióban? Mire számítotok? Már hogy zöld energia lesz, vagy nem zöld energia? Ugye ez egy, ha németeknél, ez egy hosszú távú tervnek a része. Tehát ugye erről már a 2000-es évek elején volt döntés, hogy ők az atomenergiától ugye a szerepét csökkentik, és 2011-ben konkrétan eldöntötték, hogy 2023-at kivonják az atomenergiát. Tehát én meglepődnék, hogyha ők ezt visszahoznák. Az nem egy olyan egyszerű, hogy atomenergiát, ha már elindult egy állítási folyamat visszanyújtani. A bármennyire is érdekes lehet. Számomra az az érdekesebb az egész dologban, hogy ugye még Japánban is, ahol ugye a fukushimai katasztrófa történt, ott is térnek most vissza az atomenergiához. Miközben Németországban, ugye még pár ezer kilométerrel arrébb van, de sokkal stabilabb, szerintem mérnöki tudásban is magasabb szintű, és ugye geológiában is egy sokkal stabilabb ország, ott valahogy a közvélemény elfordult ettől. És hogy sikerült a zöld pártoknak olyan ügyesen ezt valahogy eladni, hogy gyakorlatilag a német közvélemény nagy része atomenergiás lett. Számomra ez a megdöbbentő ebben, miközben nagyon magas szintű nukleáris iparuk van, gyakorlatilag jelentős balesetek nélkül üzemeltetik ezt a nukleáris ipart most már 56 éve. Számomra ez egy meglepő dolog. De nem hiszem, hogy ők a nukleárishoz vissza akarnának térni, és egyébként egy feszültség is lesz majd a franciák és köztük, mert a franciák egyértelműen a nukleáris ipar folytatása mellett szavaztak. András? Hát itt politikai, meg üzletileg is nagyon nehéz helyzetben van a nukleáris ipar, mert nagyon hosszú megtérülési fázisa. Tehát ha hoznak egy döntést, hogy akkor kell egy nukleáris erőmű 22-ben, akkor az mondjuk legkorábban ilyen 35-40 körül tud üzembe állni, és akkor 30 évben megtérül, 2070-ről beszélünk. És ma az a bizonyosság, hogy Európában legalábbis a megújuló energiát 2050-re versenyképessé tesszük. Ez így ki van mondva. Még akkor is különben, hogyha bennmarad egy nukleáris komponens ebben, olyan volumenbe kell majd napi szénenergiát termelnünk, bírni és szabályoznunk annak a felhasználását, hogy ez valamiképpen versenyképes lesz a nukleárisra. Tehát egy üzletileg ez már eleve egy hatalmas kockázat egy nukleáris beruházó számára. Plusz hát ugye általában itt egy politikai jóváhagyás kell. Nagyon nehéz megkapni különböző országokban, Franciaországban nyilván könnyebb, Németországban nem könnyű. És hát pénzügyileg is valahogy ezt át kell gyömöszölni, mert túl egyszerű pénzügyi helyzetet. Tehát, hogy ha a nukleárusról beszélünk, akkor különben ebből pontosan ez a bejövő, talán a Tamás utalt rá, ez a bejövő kis moduláris nukleáris reaktorok lehetnek valamiféle kiutak, ezt az amerikaiak tolják nagyon. Ezek ilyen 50 megawatt kapacitású, pici kis családi házméretű dobozkák, amiket sorba lehet egymáshoz kapcsolni. Ugyanúgy nukleáris energiát termel, csak sokkal gyorsabban, sokkal kisebb pénzügyi beruházás mellett megépíthető. Csak ez még épp hogy elmúlt a kísérleti korszak. Tehát most szedtük le róla a pelenkát, tehát ebből az első darabok Amerikában létesültek, ugye főleg a Balkánon, a románoknak, a bolgároknak rettenetően vették az amerikaiak, főleg az oroszokkal való versenyben. Ha ez bejön, ez a technológia, akkor szerintem ez lehet egy ilyen menekülő út a nukleárisnak, amúgy meg egy nagyon nehéz döntéseket igényel. Ott nyilván nagyobb esély van, ahol van nukleáris ipar, franciáknál, máshol úckodom tőle. Ami a leállítást illeti, tehát hogy ami itt 2021 végén volt a németeknél, és ugye idén kéne leállítani, ez is egy ilyen 10-15 milliárd köbméteres földgázfogyasztási többletet hozna, hogyha ezt megpróbálnánk csak földgázzal kiváltani. Már pedig csak földgázzal lehet a nap végén, mert csúcsra járhatjuk a megújuló beruházásokat, tehát hogy nagyon nehéz máshonnan a nap végén behozni
dolgokat, szénnel lehet átmenetileg kiváltani, csak hát pillanatokon belül a karbonárok olyan magasan lesznek 3-4 év múlva, akkor, hogyha szénit használunk, már azt se fogja megérni. Tehát előbb-utóbb valószínűleg azért ez a földgázra fog terhelődni, azért ez egy elég terhelés lenne. Igen, tehát hogy valóban az, hogy üzemben tartsuk, ahhoz két dolgot kell tenni, tehát akkor újra kell nézni, hogy milyen fenntartási munkálatokat nem csináltunk meg, mert tudtuk, hogy úgyis lezárjuk, illetve hát a technikusi gárdát valahogy ott kell tartani, aki már úgy félig szélnek eresztettünk, mert úgy volt vele, hogy úgyis be fogják zárni az erőművet. Tehát hogy azért egy elég komoly gárda kell ahhoz, hogy ezt üzemeltesse. Nem olyan könnyű, visszakapcsolni meg baromi nehéz. Tehát amit 20-ban leállítottak, azt nagyon nehéz újraindítani. Picit még ehhez a kis moduláris reaktorokhoz visszatérhetünk, hogy értem, hogy Pelenkát most vettük le róla, és hogy ez lehet, hogy Magyarország számára nem most opció, de opció lehet valamikor, és ha igen, akkor mikor? Amennyire én ezeket ismerem, ugye itt van például az amerikai TerraPower, aki ezt fejleszti, de egyébként az angolok is, japánok is, de sok mindenki próbálkozik. Egyébként nem teljesen új dologról van szó, itt a 80-as években már volt egy ilyen forradalom, hanem egy kismertű moduláris erőműveket építünk. Ugye ennek pont az az előnye, hogy ezeket sorozatban lehet gyártani, tehát ez a költséget nagy mértékben leviszi, és gyakorlatilag ami másik irány a fejlesztésnek, hogy nem víz alapú lesz a hűtése, hanem beépített nátrium alapú, de magyarul nem kell hozzá víz, lényegében bárhova letehető, hozzá se kell nyúlni. Tehát hogy ezek a tervek, hogy megépítik, 60 évre leteszik, és 60 évig hozza az áramot. Hozzá lehet ráadásul még tenni egy ilyen új útja, hogy olvasztott sóval működő rövidtávú energiatárolót, ami azért nagyon jó, mert ezt a reggeli és esti csúcsot is le lehet vele kezelni. Tehát ha ezek a tervek igazak, akkor, és ez egy nagyon megbízható egység lesz egyébként, ha ezek a tervek igazak, akkor ez jelenthet nekünk is segítséget. Tehát a TerraPower, aki mögött egyébként részben Bill Gates áll, ő szerint, hogy 2030-ra indulhat a sorozatgyártás, mert akkor lehetnek ezek konkrétan elérhetőek, hogy ezek beállnak-e tényleg ezek a tervek, valóban ezek sikeresek lesznek az előttük, mi azért van a kockázat. Egyébként jó lehet nekünk, igen. Tehát már biztos, hogy erre, hogyha tényleg működőképes nem tudok, erre nagy igény is nagy kereslet lesz, de egyébként ez számunkra is egy izgalmas dolog lehet. Egyébként ezek skálázhatók, tehát itt a prototípusra a TerraPower-nek az 350 megawatt, tehát ebből mondjuk 5 vagy 6 kellene körülbelül Magyarországnak. Oké, de akkor ez nem most lesz megoldás, az valószínű. Van egy újabb energiaforrás vagy lehetőség, ami szintén nem annyira új keletű, de pont a napokban olvastam róla valamit, hogy éppen volt egy kiváló eredmény, ez a fúziós energia, ami atomenergia szintén, csak nem maghasadással, hanem éppen kapcsolódással, atommagok kapcsolódásával. Hogy működik ez, és ez ennek mekkora ereje lehet, mikorra lehet ebből bármi, eredményt hozhat a közeljövőben, vagy távoljövőben, vagy mikorra? Ez egyfajta örök ígéret. Tehát, hogy mindig azt mondták, hogy majd 20 év múlva, tehát már 30 évvel ezelőtt is arról volt, hogy 20 év múlva lesz olyan fúziós megoldás, ami energiát tud termelni. Most azért vannak komolyabb előrelépések, tehát tényleg most már működött húzamosabb ideig, tehát több másodpercig ez a folyamat, és valóban energiát is tud termelni. Nem lehet megmondani, hogy ez valamikor valaha is tényleg működőképes lesz-e. Nagyon jó lenne, hiszen ez egy nagyon komoly forrás, jóval kisebb környezeti terheléssel, hiszen gyakorlatilag nem keletkezik belőle hasadóanyag. Úgyhogy hát reméljük, hogy nem fogjuk 20 év múlva, és azt mondom, hogy majd 20 év múlva lesz ebből van. Szóval te szkeptikus vagy ezzel kapcsolatban, de közben meg Dél-Franciaországban épül már ehhez kapcsolódóan egy erőmű. Nem vagyok szkeptikus, csak azt mondom, hogy nem látok bele, tehát én annyira műszakilag nem tudom megítélni azt, hogy ez valamilyen műszakilag képes lesz-e működni, és képes lesz olyan mértékben, vagy olyan formában működni, hogy mi ezt elképzeljük, amit szeretnénk.
Ez nagyon jó lenne. Tehát ez nyilván egy olyan dolog, ami egy komoly forradalmat hozna. Én azt gondolom egyébként, és az András felvetette itt a beszélgetés elején, hogy a világ jobb lenne, vagy sem. Én azt gondolom, hogy jobb lenne, ha függetlenség lenne, és különösen a magas technikai tudású országok függetlenül tudják át magukat ezektől a foszilis energiáktól és az összes többi egyéb nyersanyag függéstől, mert az egy jobb világot hozna szerintem, erősíteni ezt a demokratikus irányt. De hát reméljük, hogy működni fog ez valaha. András? A fúziós energia az alapvetően azt reprodukálja, milyen abban van. Itt a probléma lényege, hát sok probléma van vele, de hogy az egész olyan hőfokon történik, olyan hőfokon kell mérni, kezelni, szabályozni ezt a dolgot, amelyeken még soha nem dolgoztunk. Tehát itt teljesen extrém körülmények vannak, teljesen terra incognita, és különben tehát a dél-franciaországi nemzetközi projektet említette, de ez viszonylag lassan válszorog. Tehát, hogy főleg azt mondták, hogy ebből elég, és beindították a saját projektjüket, és különben vannak bizonyos, tehát, hogy én is keveset tudok róla, de vannak bizonyos paraméterek, ugye a legtöbb az, hogy mennyi ideig tudják ezt fenntartani, ezt a folyamatot, illetve, hogy pozitív energiaszaldót csinálnak most már belőle, és ezt a kínaiak érték el előbb. Tehát, hogy a fúziós energiának vannak holdra szállásai, akkor a kínaiak szálltak holdra. Jelen pillanatban, csak nem a holdig kell eljutni, hanem a marsig. Én picit megkésettnek érzem ezt a dolgot, várni nem szabad rá, mert nincs annyi időnk. Semmiképpen, és még a 20 év múlva is lesz egy kísérleti fúziós reaktorunk, az a mai tervek szerint Európának nem már lehet egy picit késő, tehát lehet, hogy addigra már megválaszoltuk a nagy kérdéseket, legalábbis örülnék, hogy 2042-re megválaszolnak a kérdéseket. De például pont Kínának 40-ben egy fúziós energia még egy kísérleti szinten is egy nagyon nagy segítséget jelenthet. Tehát ők 60-ra tervezik a dekarbonizáció végét, és hogyha ők ott be tudnak tenni nagy mennyiségben ilyen energiát, ahol azért még mindig az energiafelhasználásnak a nagyobbik fele, vagy a fele szén alapú, ott azért az még lehet egy tétel, és játszott egy jelentős szinten. Köszönöm. Közben Vízkelet is annyi üzente, vagy írja, hogy a németek már nyilatkoztak arról, hogy a háború ellenére sem folytatják az erőművek leállítását, és nem kapcsolják vissza a leállítottakat, már a atomerőműveket, és megújulókkal kívánják kiváltani a gázt. És akkor térjünk át a megújuló energiákra. Egyrészt, hogy ma mi számít annak, ugye Magyarországon leginkább a napenergia tűnik fel, a szélenergia, szél kapcsolatban biztos nem, a geotermikus energia talán nem annyira elterjedt, de hogy mikre van esély, mi az, ami viszonylag gyorsan bevethet, és mennyire képes kiváltani a most szükséges gázmennyiséget? Hát ugye Magyarország alapvetően a napenergia irányába épült, és néhány az irányba nyitott. A szélenergia szabályozások miatt nem terjedt el. Itt vannak különböző plegykák egyébként, hogy a szélenergiát miért nem támogatjuk jobban. Nem tudom megerősíteni, vagy cáfolni se, de itt a nagy politikai dolgok szintén ebben valószínűleg szerepet játszhatnak. Az alapvetően az egész megújuló energiában én egy komoly gondot látok, ami ha megoldásra kerülne, akkor egy hatalmas lökést adna ennek az energiahordozónak. Mégpedig az, hogy olcsón, nagy mennyiségben, hatékonyan nem igazán tudunk elektromos áramot tárolni. Ugye most a világ próbálkozik a hidrogén irányba, hogy az egy megoldás lehet. Ugye az nagy mennyiségben van, de sajnos nem olcsó és nem a hatékony. Ha abban, vagy bármilyen más technológiában tudnánk előre törni, tudnánk egy olyan technológiai ugrást tenni, ami ezt a három feltételt biztosítja, akkor valószínűleg az egész világ gyakorlatilag az európai, vagy európai irányba mozdulna el, tehát a megújulóknak lenne egy nagyon komoly növekedése. Egyébként hozzáteszem, hogy nukleáris mellé is nagyon kellene tárolás, hiszen az is olyan, hogy
az sem szabályozható, hogy egy zsinóváromot tart gyakorlatilag, és hát ugye a megújulóknak a legjobb mondja a szabályozhatatlansága, azért van szükség erre a nagy mennyiségű tárolásra és szabályozhatott tárolásra, hogy ezt a szabályozhatóságot ezzel meg tudjuk oldani. Úgyhogy ez szerintem a legnehezebb kérdés. Ha bármilyen ilyen energetikai konferencián részt veszek, mindig elhangzik az, hogy ha az igazi nagy üzlet az lenne, ha valaki ezt meg tudná oldani. Nem mondom, még egyszer olcsó, hatékony és nagy mennyiségben tudjunk elektromos áramot tárolni. András? Ez abszolút igaz, én annyit tennék hozzá, hogy azért ma már elértük a lehetőségeink határát megújulóknak. Tehát, hogy most már úgy tudunk csak rendszerbe állítani egy csomó helyen megújulókat, hogyha őket magukat szabályozzuk le újtermelés esetén kell. Tehát, hogy például Magyarországon is ugye a vízhatós rendszerben adnak napelemet, tehát ipari méretben ma már úgy lehet csak napelemet létesíteni a legtöbb esetben, lehet, hogy vannak kiskapuk, vagy egész egyszerűen nem táplálhatod fel a hálózatra. Neked magadnak kell elfogyasztani. Ugye a lakosság ez alól mentesül, de egész egyszerűen nem bírja a hálózat. És Németországban is ez van. Tehát a nap és a szélenergiát egész egyszerűen bizonyos időszakokban ki kell venni a hálózatból, mert nem tudjuk a rendszeren megtárolni, és ugye ez a megtérülését rontja, meg általában a dekarbonizációt rontja. Tehát azt jelenti, hogy ugyanott van a napelem, aminek a hatékonysága amúgy 15-20% lenne, de még azt sem éri el, mert kénytelenek vagyunk akkor, amikor süt a nap, lekapcsolni a napelemet, mert túl sok van belőle. És minél többet építünk, annál kevésbé tudjuk őket használni a jelen helyzetben. És ezt át kell valahogy hidalni, tehát, hogy most már piacigény van arra, komoly piacnyomás van arra, hogy valami technológiában alakodjunk előre ez. És láttok arra technológiai megoldást, vagy készítést a megoldásra, hogy a tárolás megoldott legyen, bocsánat, a szóismétlésért, csak az jutott eszembe, hogy a mexikói olajválság idején azt hiszem, akkor mesélte a Varró Laci arról, aki akkor még a MOL-nak volt a vezető elemzője, vagy közgazdásza, hogy az hozott egy olyan áttörést, hogy addig olyan mélyre nem fúrtak soha olajért, viszont mivel akkor kénytelenek voltak, ezért a technológia is olyan gyorsan fejlődött, mert kellett, és aztán egy bevált technológiává vált, nyilván azért nem fúrtak azért, mert baromi drága lett volna, attól kezdve viszont használható eszköz lett. Szóval, hogy van erre az alternatív energiatárolására olyan technológiai újítás, amit ti láttok esetleg, és ami akár berobbanhat ide, hogy ez tárolható legyen? Ugye ez az energiatárolás is egyébként több terület. Mert egyszer beszélünk egyfajta rövid távú tárolásról, ami ugye azt biztosítja, hogy a napon belüli ingadozásokat ki tudjuk simítani, tehát amikor a reggeli meg az esti áramfogyasztási csúcsra legyen mindig megfelelő energián. Van egy mobilitási kérdés is, ugye, hogy a mobil eszközöket, a mobil járműveket milyen módon tudjuk elektrifikálni, úgyhogy tároljuk az energiát. És van egy harmadik dolog, ami a legnehezebb. Ugye az emberiségnek a nagy része az északi félgömb 35. szélességek körök között él. Most itt a megújuló energiának a nagyobb része az a tavasz-nyári őszi időszakban termelődik, miközben a téli hónapokban van a fogyasztás nagy része. Tehát valahogy be kéne ezt az energiát legalább 6 hónapra tárolni. Ez a legnehezebb dolog, és erre az utóbbira igazából nincsen olyan megoldás, ami olcsó, nagy mennyiségű és hatékony. Hidrogén tűnik egyébként ennek megfelelő megoldásnak, de azért ezen nagyon sok problémánk van. Szóval a hidrogénnel is rengeteget olvastam, van nagyon érdekes a téma, rengeteg probléma van. Tehát egy pici atom átmegy mindenen, igazából például a háztartásokban szerintem nem is lehet használni, tehát ez egy vágyálom, hogy teljesen hidrogénre tegyük át mondjuk a gázcsöveinket, mert sokkal veszélyesebb van, tehát minden volt 1937-es katasztrófája, és ennek tudható, hogy hidrogén alapú volt az a léghajó. Tehát itt
itt mégis azonban ebbe az irányba próbálunk menni, különben most azzal, hogy a fosszilis árak ilyen magasak lettek, most már egyébként egész közel van egymáshoz a két technológia árban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hidrogén felé próbálnak menni, és próbálják megoldani azokat a kérdéseket, ami a hidrogénnel kapcsolatosak, tehát talán az irány tűnik a legjobbnak. De rengetegen gondolkodik ötletel a világ. Itt kapok hetente ilyen hírleveleket a petroalgától kezdve, a sűrített levegőn át, el nem tudom mondani, hogy mennyi ötlet van. Ugye annak idején Nikola Tesla életében az utolsó 10-15 évet ezzel foglalva töltötte, úgyhogy egy lángelme volt, és hát ő sem tudott igazából egy megfelelő megoldást találni az elektromos áramtárolásnál. A hidrogént említetted most, Tamás, és pont ezt is azt hiszem ma olvastam erről, hogy a németek viszont ebben is gondolkodnak, hogy igenis a hidrogént lehetne használni, és azzal is ki lehetne váltani részben legalábbis az orosz gázt, és hogy ráadásul azért is, mert egyébként ez azokon a gázrendszereken, vagy gázcsöveken azért szállítható lenne, ami már rendelkezésre áll, szóval hogy ennek a fejlesztése talán nem olyan extra költség. Nem teljesen. Tehát én azt látom, hogy azért szinte majdnem egy komplett új energetikai rendszert kellene építeni. Tehát ugye eleve azokat a gázcsöveket az gázra használjuk. Tehát nem biztos, hogy azt hidrogénre lehetne felhasználni. De azért ennek a gáznak mások a tulajdonságai. Tehát más cső kell, be kell vonni különböző ilyen műanyagokkal, hogy ez a nagyon apró hidrogén atom az ne menjen át a fémen. A fémek egy jó részét törékenyé teszi a hidrogén, le kéne cserélnünk a kompresszorainkat, le kéne cserélni a gázégőket magukat. De gyakorlatilag én azt látom, hogy szinte egy párhuzamos rendszert kellene felhúzni, aminek nagyon nagy a költsége. Tehát ezzel is gondolkodik a világ, hogy nincs olyan megoldás, ami a meglevő energetikai rendszerekben jobban beilleszthető, ne kell komplett párhuzamos rendszert felépíteni. Ezen kívül gondot okozat, hogy a háztartásokban valószínűleg szerintem inkább elektromos áram lesz. Nem hiszem, hogy a meglevő gázrendszerünket hidrogénre cseréljük, pont a veszélyessége miatt. A hidrogént már most is a világ előállítja a 70-80 millió tonnát, egy nagyon nagy iparág. Annyi gázt használunk fel egyébként hidrogén termelésre, mint ami hiszem az Egyesült Királyság fogyasztása. De jellemzően ezek mind zárt ipari folyamatok során történik ennek a felhasználása, ahol ellenőrzött körülmények vannak. Tehát én ettől egy kicsit óckodom, hogy ezt a hidrogén mondjuk háztartási fogyasztásban megnyitjuk. András? Egyetértek. Én úgy tudom különben, hogy a német terv az alapvetően ilyen pontszerű zártipari környezetben használna hidrogént. Itt az lenne a nagy előrelépés, hogyha, ahogy a Tamás is mondta, hogyha ezt szezonálisan tudnánk tárolni. Tehát, hogyha az bebizonyosodna, hogy a mostani földgáztárolókban ezt be tudjuk táplálni, és az ott is marad. Ez nem igazából... Tehát van olyan földgáztároló, amiben be tudok tenni a sokamrásokban. Ezekben már volt olyan, csak ennek kicsi a kapacitása, de például ami Magyarországon van és egyéb helyeken, ez egy ilyen vitatott terrahinkul, mint a terület, és akkor az lenne a terv, hogy egy helyen, tehát oda mellé teremtenénk valami hidrogénerőművet, ahol előállítanánk a hidrogét, adott esetben lesajtolnánk, és amikor szükség van rá, akkor pedig elektromos áramban visszaalakítanánk, nyilvánvalóan nagyon vacak a hatásfoka, különben a vízzel üzemű csőcserőműveknek is nagyon vacak a hatásfoka, ebben nem mondtunk semmi újat, illetve hogy olyan helyeken használnánk a hidrogént, és váltanánk ki vele földgázt, ahol ipari folyamatok zajlanak. Tehát, tudom én, acélgyártásban, Skandináviában használnak hidrogént ma már, áramból állítják elő, 40%-kal drágabb az így készült acél, de úgy el lehet adni, hogy ez zöld acél, és állítólag van lenni. Lehet. Tehát ugye nagyjából ez a terv, az a földgázipar álma, mert ugye a földgázipar pánikol, hogy itt a hatalmas hálózati rendszert ki lehet dobni majd 20-30 év múlva, hisz nem lesz földgáz, ezért rettentően ambicionálják azt a mindenhol, hogy akkor tápláljunk mellé hidrogént, persze meg tudjuk csinálni, stb.
én nem nagyon látom ennek, főleg én transzkontinentális vezetékek szintjén ennek semmi értelmét nem látom. Áramból állítunk elő hidrogént, akkor ott lokálisan kell előállítani, és csak minimális szállítás kellene ehhez. Tehát én úgy tudom, hogy a németeknek ez a tervük, de hát a németek is nagyon lassúak ebben a vonatkozásban. Tehát ami van most, hogy akkor egy ilyen nagy hidrogénüzemet állítanának össze 2025-re, 3 év múlva. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a hidrogén nem egy gyors megoldás, és én azt látom, hogy az elkövetkező 20 évben az áramtárolás az mindig a szűk keresztmetszete lesz a megújulók terjedésének, ez folyamatosan fel fog maradni ez a helyzet, még hogyha valamiféle új technológiák is jönnek, akár akkumulátor, akár hidrogén szinten. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy ugye ezt beszéltünk arról, hogy hol milyen eszközökkel lehetne kiváltani a földgázt, de arról nem, hogy mit kellene csökkenteni azért, hogy ne kelljen annyi földgázt kiváltani. És hol lehetne megfogni szerintetek a fogyasztást? Ahogy így vizsgálom ezt az egész kérdést, hogy nagyon érdekel tényleg ez személyesen is. De az jön nekem bármilyen oldalról ki, hogy bármilyen energetikai rendszert építünk föl és használunk, nem fog soha kijönni a matek, ha csak nem a keresletet nem csökkentjük. Tehát elképesztő pazarlás folyik a nyugati világban. Ugye a kedvenc példám az az, hogy a megtermelt élelmiszer 40%-a a kukában landol. Vagy ha körbenézünk, hogy mondjuk micsoda mennyiségű fapados repülés van Európában, hogy meg eleve a repülés mennyire elterjedt. Szóval én azt hiszem, hogy előbb-utóbb paradigmaváltásra leszünk rákényszerítve, mert egyszerűen bármilyen energetikai rendszerben ilyen magas fogyasztási szintet nem lehet fenntartani. Ráadásul ugye a fejlődő világ az most kezd oda jönni, ahol mi vagyunk, tehát 3 milliárd ember pont azon a szinten van, hogy belép abba a fogyasztási körbe, amit a nyugati átlagember fogyaszt, szeretne hűtőt, autót, repülni szeretne, turizmus. Nagyon sok olyan fogyasztási eszköz szeretne, ami nekünk megvan, és hát ez aztán ezt az egész dolgot még jobban körbeti. Egyébként én azt tapasztalom, hogy a fejlődő piacokon, a fejlődő világban nem is ez a klímaváltozás a fő gond, hanem ők ezt a fogyasztást szeretnék elérni. Tehát ők egyszerre nyújtanak keresletet a fosszilis alapú anyagok és a mindenfajta nem fosszilis megoldás iránt. Egyszerűen 800 millió embernek még is például áram a világban. Tehát, hogy nekik ez a fontos, nem a klímaváltozási dolog. Ez egy ilyen fejlett világbeli probléma, azt szoktam így kicsit így viccesen mondani. András. Hát igen, tehát ha itt maradunk Magyarországon, akkor ugye a fűtésre, háztartási, illetve ilyen kisüzleti fogyasztás az a földgázfogyasztásunk fele, és akkor egy negyed-negyed az ipari, meg a villamos energiatermelés. Valóban, tehát még a terv szinten is, 2030-ig azt írtuk a Nemzeti Klímastratégiába, hogy szigeteléssel és energiatakarékossággal, főleg a fűtési szegmensből megtakarítunk 2 milliárd köbmétert. Ezt meg kéne csinálni. Ennek sok nyomát nem látom, hogy ez irányba történne lépés. Tehát ez még elfogadtuk, 19-ben fogadtuk el a tervezetet, az országgyűlés nem tárgyalta, tehát a kormány fogadta el. Most már eltelt 2 év, nem látom a fegyvertészparipát, hogy ezt a mondjuk ilyen durván 40%, tehát az 5 milliárdról 3 milliárdra le tudjuk formázni magunkat. Ehhez fel kéne újítani, hát különböző számítások vannak, és pontosan nem tudom, de azt hiszem évente 100 000 lakás még felújításra kéne vanni. Ennek a töredéke ez az. Tehát, hogy itt nem látom. Ugye az ipari alkalmazásnak 2 dolog lesz. Az egyik, hogyha ilyen magas gázárak lesznek, akkor egy csomó iparág leáll. Tehát, hogy akkor majd szerencsésebb helyekről próbáljuk meg műtrágyát venni, vagy nem lesz mondjuk termelés, mert Belarusban olcsó, vagy nem, ha nem Belarusban, akkor Algériában. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért erre a fogyasztási szegmensre hatni fog. Illetve, hogyha lesznek alternatív megoldások, valóban a hidrogén, hogyha ilyen árak mellett alternatíva,
akkor lehet, hogy lesz egy elmozdulás ebbe az irányban. Pontszerűen ez nem lesz gyors, lassú lesz, de lesz. És hát a villamos energia generációban meg nem nagyon tudom, hogy mit lehet tenni, mert valóban, tehát hogy pici dolgokat lehetne tenni, tehát ha szelet elengednénk, és tényleg beruháznánk, akkor az számítana, dobna valamit. Attól függ, hogy lesz-e paks, vagy nem lesz paks, attól függ, hogy lesz-e szén, vagy nem lesz szén. De ott én inkább a növekedés irányában látom a kockázatot. Tehát azért jelen pillanatban Európában, ha kiveszünk 2 megawatt óra szén termelést, akkor ebből 1 megawatt órát a földgázzal helyettesítünk, a másik megawatt órát pedig megújulóval. Tehát, hogy jelen pillanatban még a szénkiváltás az azt jelenti, hogy itt van egy nagyon nagy nyomás a gázalapú villamos energiageneráción pont. Gondolom, hogy Magyarország kivétel lenne. Tehát, hogy én mondom, a háztartásokban látom, mint ahol különben mindenhol Európában a megtakarítás lehetőségét, de hát ez szívós, kemény, 30 éves feladat, nem lehet egy év alatt megcsinálni. Mi az a gázár, az a lelki határ, vagy az energiaárának, aminél úgy érzitek, hogy van esély arra, hogy valóban az emberek elkezdenek változtatni, hát mondjuk a lakosság elkezd mégiscsak életmódot váltani? Láttuk ezt 2008-ban. $500 volt 1000 köbméter földgáz, és kimutatható volt a fogyasztás csökkenés. Igaz, hogy mondjuk ilyen falvak mellől eltűnt a félhegy oldal erdőből, hogy a lakosság behalt a fából, de az is lehet, hogy lejjebb tekerték a termosztátot. Tehát, hogy ez a mondás az járja, hogy ez a $500 gázár az már egyszer bizonyított, ott már elkezdik lejjebb tekerni. Most nem, mert most a lakosság ezt nem érzékeny, de például üzletek egyéb helyeken, járok itt a szomszédba fodrászna, ott kifejezetten hideg van már, mert ők már nem a lakossági tarifát használják. Ha most arra kérnének titeket, hogy mondjatok egy mestertervet, hogy hogy lesz most, és ezt hogy kellene nekünk akceptálni. Tehát ugye az látszik, hogy a leválás az orosz gázról, energiáról 3-4 éven belül nem fog megtörténni, vagy inkább 5 éven belül nem tud megtörténni. Addig mi lesz, és addig, és azután nekünk részben, magánszemélyek részben, döntéshozóknak hogyan érdemes ehhez hozzáállni? Ez nagyon nehéz kérdés, mert hogy itt Magyarországon azt hiszem, hogy nem csak az energetikában tettünk olyan dolgokat, ami nem volt túl okos, mondjuk a jövőre nézve, hanem nagyon sok egyéb dologban is. Tehát, hogy tényleg az elmúlt 10 év az egy csoda időszak volt az 1000 éves magyar történelemben. Tehát ilyen szerencsés körülmények soha nem adódtak, hogy mindenből hátszelet kaptunk. És most azt látom, hogy most valószínűleg nagyon sok dologban inkább ellenszél lesz. Akár csak arra gondolok, hogy a kamatszint hova fog emelkedni. Mi ezt mondjuk az inflációval, tehát az, hogy egy olyan alacsony inflációs környezet, mint az elmúlt 10 évben volt, az biztos, hogy nem lesz a következő évtizedben. Ez teljesen bizonyos, és hát közben ezeket meg kellene tennünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy el kellene kezdeni az energiáraknak a fokozatos emelését a piaciak felé, valószínűleg nagyon óvatosan, és hát ezzel együtt egyébként egy sokkal tudatosabb felkészítések kéne az országnak ezekre az időkre, tehát például ezt egy szigetelés programot el kéne kezdeni. De valószínűleg nagyon sok minden egyébet viszont ki kéne adottunk, ami most megvan. Köszönöm. András? Hát én is úgy gondolom, hogy amit papíron letettünk klímatervben, mondjuk kidobálnék belőle egy csomó mindent. Érdekel. Ugye az első oldalon föl van sorolva, hogy mik a célok, és akkor ott van rezsicsökkentés, dekarbonizáció, ellátás biztonság, stb. Hát ezek között minimum egy hierarchiát fel kéne rakni, és nem ugye egymás mellé kéne rakni őket. A rezsicsökkentést így ebben a formájában biztos kidobnám.
egy szociálisan megtámogatott piaci alapú földgázrendszerben gondolkodom, rázárazásban. Én az ellátásbiztonságot is azt hiszem kiderült, hogy hátébb sorolnám, tehát hogy abszolút dekarbonizációra rakom, de különben amiatt le van írva, bizonyos kitételekkel az úgy nagyjából szimpatikus, csak nem volt mögötte intézkedés meg forrás. Tehát azt nem raktak meg én, mert ez egy ilyen darab papír készült, tehát azt annyiban végig kell gondolni, és végig kell hajtani, ami ott van, meg pár más dolgot, ami nincs benne. Nagyon fontos lesz, és ez meghatározó lesz, hogy valamiképpen a társadalmi támogatást fenntartsuk mögötte, és ez mindenhol ez a szűk keresztmetszet. Tehát egész egyszerűen azt látom, hogy a dekarbonizáció olyan költség, hogy állandóan a társadalmi tolerancia küszöböt teszteli. Tologatja ki maga előtt, de mindig megakasztja azért ezt a folyamatot. Hát ebben kéne valami politikai egység, ami most nincs. Sőt, azt kell mondjam, hogy a klímakérdés és a dekarbonizáció kérdés, hogyha valóban komolyan gondoljuk, akkor ez egy élesen megosztja szerintem. Sőt, azt sem vagyok benne biztos, hogy megosztja. Tehát, hogyha most a társadalmi attitűdöt nézem, akkor el van utasítva. Mindenki nagyon fél, tehát ha megnézzük, hogy mitől fél a lakosság, akkor kijön az, hogy az egyik legnagyobb félelmük a járvány, a migráció és a klímaváltozás. Viszont ha azt kérdezzük meg, na is akkor, hogyha 10%-kal drágább lenne a földgáz, meg a benzin, azért, hogy tegyünk valamit a klímaváltozás ellen, akkor ilyen 80% körüli elutasítottságunk van. Tehát, hogy nagyon félünk a klímaváltozástól, de fizetni nem vagyunk érte. Ezt ezen változtatni kéne. Nem kell radikálisnak lenni, mert akkor hosszú távon nem jutunk sehova, de folyamatosan és kitartóan ezt valahogy fel kell készíteni a lakosságot, hogy ez van. És ebben, igen, tehát, hogy ezt csak úgy hozzátenném ahhoz, amit a Tamás már elmondott, a társadalmi támogatás meghatározó lesz. Van-e, vagy nincs? Annyitenék hozzá, hogy ez nem magyar jelenség. Tehát én emlékszem, amikor 10 eurócenttel megemelték a francia dízelárakat, és mindenki sárga mellényben volt Franciaországban, és leállt ugye a teherforgalom. Tehát, hogy nem mondják el őszintén a politikusok, mert ez nem egy népszerű téma. Tehát nyilván a klímaváltozástól mindenki fél, de nem akarja senki fizetni. Igen, a klímaváltozás egy általános dolog, amiben én egy pici szereplő vagyok, amikor meg nekem kell kifizetni, vagy nekem kell valamiről lemondani, az meg rólam szól, és valószínűleg ezt így nehezebb megtenni. Szóval nehezebb belátni, hogy ezért bizony mindannyian mi felelősek vagyunk. Mármint azért, hogy amit fogyasztunk meg, ahogy élünk, azzal azt a világot teremtjük meg, vagy romboljuk szét, amiben vagyunk. Köszönöm nektek a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatjuk a szalonokat is tovább. Lesz belőle még bőven az elkövetkezendő hetekben nemzetközi és magyar résztvevőkkel is lesznek tovább szalonok. Ezzel fogunk folyamatosan jelentkezni. Illetve ami nagyon a mi hősök tere ügyünkhöz passzoló terület, hogy fogunk azzal is foglalkozni, hogy hogyan beszélgessünk a gyerekekkel a háborúról. Erre holnap estére szervezünk elsősorban pedagógusoknak és részben szülőknek egy beszélgetést, amely beszélgetést egyébként publikussá fogjuk tenni mindenki számára. Úgyhogy ez lesz a folytatásban, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.